Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió hírműsorát, a hírhetet letyek, szeptember 23-án, hétfőn este 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket előbb egy-egy mondatban. Bizottsági üléseket tartottak ma Sátoraljaújhelyen. 235. évfordulóját ünnepelte a Kossuth Lajos Technikum, szakképző iskola és gimnázium. Fennállásának 30 éves évfordulóját ünnepelte a Zempléni Település Szövetség. Sátoraljaújhelyváros önkormányzata a képviselőtestületének bizottságai elkezdték a szeptemberi döntés előkészítő munkát. Javaslat született a városi uszoda Váberer Györgyről történő elnevezésére, a sportcsarnok üzemeltetésére, valamint a díszpolgári cím és a Pro Urbe díj odaítélésére is. Ezek mellett szavaztak a költségvetési rendelet módosításáról, valamint egyszeri visszanemtérítendő támogatásról, és meghallgatták, elfogadták az önkormányzat adóhatósága által végzett tevékenységekről szóló beszámolót. Sátoraljaújhelyváros önkormányzatának 2019-ben választott képviselőtestülete a héten tartja utolsó rendes ülését. Ennek előkészítése érdekében kezdték meg a testület szakmai bizottságai is üléseiket. A sort a mai reggel során az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság nyitotta. Bizottságunk nyílt ülésen egy napirendi pontot tárgyalt, zárt ülésen pedig két napirendi pontot. A nyílt ülésen a Sátoraljaújváros költségvetésének módosításáról tárgyaltunk. Jogszabály alapján erre időarányosan most volt szükséges lehetőség. A módosításokat a bizottság megtárgyalta és elfogadta, zárt ülésen pedig a díszpolgári és a Pro Urbe díjak kapcsán tettünk javaslatot a testületnek. Ezen elismeréseket október 23-án adományozza az önkormányzat az arra érdemesnek talált személyeknek. Az ülések sorát a Nevelési, Ifjúsági, Civil Sportügyi és Közművelődési Bizottság folytatta. Több napi rendi pontunk volt, először a költségvetés módosítása, utána a sportcsarnok üzemeltetése, majd egy elnevezése az uszodának. A névadás egy élő személy, Váberer György, aki nagyon sokat segített az uszoda felépítésében, újraépítésében, tehát őről a kívánjuk elnevezni az uszodát. Az előterjesztés alapján a városi sportcsarnok üzemeltetését az Egészséges és Sportos Zemplénért Egyesület veszi át, melynek elnöke dr. Hegedűs Csaba olimpiai bajnok. A tényleges üzemeltetést pedig a kosárlabda szakosztály kezeli. Ezt követően a város önkormányzatának pénzügyi bizottsága nyílt ülésen három napi rendi pontot tárgyalt. A nyílt napi rendi pontok közül először a költségvetés módosításáról tárgyaltunk. Ez a rendelet módosítás minden évben többször kötelező, tehát törvényi előírás, erre azért van szükség, hogy a költségvetésben szereplő számok kiadási és bevételi oldalon is minél pontosabbak legyenek, tehát ezt évente többször pontosítani kell. Ennek éppen most jött el az aktuális ideje, ezt tárgyalta meg elsőként a bizottság. Második napirendi pontként egy beszámolót hallgattunk meg a pénzügyi osztály adóhatósági csoportjának a munkájáról. Több olyan helyi adóbevétele van az önkormányzatnak, amelynek itt helyben történik a beszedése, az elszámolása, és ezek közül a legjelentősebb talán az iparűzési adó az, amelyik milliárdos nagyságrend idején, és hál' Istennek az elmúlt időszakban ez folyamatos növekedést mutatott. A harmadik napi rendi pont egy visszatérő téma volt. Annak a gyógykezelésre szoruló kisfiúnak a támogatásáról szólt, akit már többször próbáltunk a városi szinten lehetőségeinkhez képest támogatni, most egy újabb összeggel sikerült. Reméljük, hogy minél hamarabb összejön a megfelelő összeg és a gyógykezelése megvalósulhat. A Nevelési, Ifjúsági, Civil Sportügyi és Közművelődési, valamint a Pénzügyi Bizottság is tárgyalt a zárt ülésen a díszpolgári cím és a Pro Urbe díj odaítélését. A Kossuth Lajos Technikum, szakképző iskola és gimnázium fennállásának 235. évfordulóját ünnepelte a Kossuth hét keretében. Kababik Edina igazgató a Zemplén Televíziónak elmondta, hogy Kossuth Lajos születésnapja minden éven lehetőséget ad a megemlékezésre, azonban idén az intézmény fennállásának évfordulója jegyében is különleges a tanév, ugyanis 1789-ben alapították meg az oktatási intézményt.
Kossuth Lajos születésnapjának évfordulójára minden éven egy egész hetet szentelnek a Kossuth Lajos Technikum, szakképzőiskola és gimnázium pedagógusai és diákjai. A hét témája Magyarország volt pénzügyminisztere, Kossuth Lajos volt, és a magyar államférfihez fűződtek azok a programok és versenyek is, amelyeket az intézmény munkatársai szerveztek meg. Kababik Edina igazgató híradónknak elmondta, hogy a diákok ünnepi műsorral is készültek az évforduló alkalmából, de Kossuth Lajos születésnapja mellett az oktatási intézmény is egy fontos évfordulót ünnepelt. Ugye ez az év, ez egy különleges év, hiszen 1789-ben alapították az iskolánkat, vagyis ebben a tanévben a 235. tanévünket ünnepeljük, és azt gondoltuk, hogy ezt méltóképpen kell, hogy megünnepeljük, ezért meghívtunk nagyon sok vendéget is, meghívtuk az általános iskolák intézmények igazgatóit, volt tanárainkat, volt diákjainkat, általános iskolás osztályokat, és egy egésznapos programsorozat lesz ma itt az iskolában, többek között ugye meg volt az ünnepség, most hagyományőrző bemutatók lesznek, történész fog előadást tartani Kossuthról, Miskolci Nemzeti Színház színészei jönnek haza fiatalokat énekelni, Kossuth vetélkedőre fog sor kerülni, Kossuth kiflit sütünk a mai napon, katasztrófavédelmi bemutatóra is sor fog kerülni, úgyhogy igyekszünk méltóképpen megünnepelni ezt az évfordulót. Az ünnepi eseményen részt vett Dankó Dénes Sátorai Újhelyváros alpolgármestere is, aki elmondta, hogy fontosak az ilyen megemlékezések, hiszen a diákoknak ismerniük kell a múltat. Nagyon fontos, hogy a diákok tisztában legyenek azzal, hogy egy intézmény nem csak amúgy viseli egy nagy elődnek a nevét, hanem a hagyományai is itt vannak, hiszen Kossuth Lajos ide járt a középiskolába, innen bontogatta a szárnyait, majd itt Sátorai Újhelyen indult a politikai pályája, és fontos, hogy ezekről az alkalmakról időnként megemlékezzenek ilyen keretek között is, és hogy az iskolának a hagyományaiban mindig beépítik valahogy a nagy elődnek a dolgait, úgyhogy öröm látni azt, hogy a diákok szépen végig viszik ezt a napot, és mellette meg nagyon sok színes programmal készült a súly, hogy ne csak egy ilyen rendhagyó történelmóra legyen ez a megemlékezés, hanem mindenféle élményekkel is gazdagodjanak. Kababik Edina hozzátette még, hogy névadójukra minden éven szívesen emlékeznek, hiszen a diákok ilyenkor tudnak meg többet az oktatási intézmény névadójáról. Fennállásának 30 éves évfordulóját ünnepelte a Zempléni Település Szövetség. Ennek jegyében Sárospatakon a Művelődés Házában díszünnepségre várták a civil szervezet tagtelepüléseinek képviselőit és a meghívott vendégeket. Ez az alkalom lehetőséget adott arra, hogy egy kiállítás keretében visszatekintsen a szövetség az elmúlt 3 évtizedre, majd a díszünnepséget követően átadták a Zemplénért elnevezésű díjat is, amelyet idén Átóth József vehetett át. 1994-ben 28 település részvételével alakult meg a Zempléni Település Szövetség, amelynek tevékenysége széles körű, hiszen az érdekképviselet mellett fontos feladatként tartják számon a tagok a gazdasági és társadalom fejlesztési kezdeményezéseket, valamint a civil szféra és a határmenti együttműködések erősítését is. A szövetség mára már 70 települési önkormányzattal, számos magánszeméllyel, valamint vállalkozással alkot egy, az országban egyedülálló közösséget. Ennek az összefogásnak köszönhető az, hogy a Zempléni Település Szövetség 30. évfordulóját ünnepelhette. A jubileum alkalmából szervezett díszünnepségre várták a tagokat. Ennek keretében egy kiállítással nyitották meg az estét, ezt követően Mayer József elnök köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte, hogy nagy jelentőséggel bír ez a születésnap, azonban folytatás csak is a tagokon múlik. Nagyon egyszerűen fogalmaznék, akkor azt kell mondani, hogy a létünk, a folyamatos létünk a térségben, és az a fajta együttléti lehetőség, amelyet már 30 évvel ezelőtt megfogalmaztunk. Azt gondolom, hogy a további évek sorsa az a tagságon múlik, hogyha ők akarják az együttlétet, az összefogást, akkor a Zempléni Település Szövetségnek is jövője van. Az ünnepségen dr. Hörcsik Rihárd, a Baui Zemplén országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy már 30 éve képviseli Zemplént és ezzel együtt a Zempléni Település Szövetséget is, hiszen a cél ugyanaz volt akkor is és most is. Zemplén fejlesztése és töretlen fejlődése. Sokszor egymást erősítve sikerült közösen fellépni. És hát, ha végignézek, közönségen, a tagokon, ugyanúgy
nem csak országgyűlési képviselőként, hanem polgármester asszonyként vagy polgármesterként is ugyanúgy a zempléni polgárok szavazataiért dolgozunk. Dr. Kondzs Zsófia, Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, országgyűlési képviselő, a Zempléni Település Szövetség erejét az összefogásban látja. Szerintem az, hogy több mint 70 település a tagja a Zempléni Település Szövetségnek, ez egy hatalmas erőt jelent, és pont ma emlékeztünk meg arról, hogy mi történt az elmúlt 30 évben, és azt gondolom, hogy nagyon sok eredményt tényleg csak közösen tudtak a településeink megvalósítani, és az az üzenet, hogyha összefogunk, meg közösen gondolkodunk, akkor sokkal több mindent el tudunk kérni. Dr. Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium miniszterhelyettese ünnepi gondolatait Páfi Őrs vezető kormány főtanácsos tolmácsolta az ünnepeltek felé. Engedjék meg, hogy miközben tisztelettel köszöntöm a Zempléni Település Szövetség fennállásának 30. évfordulóját ünneplőket, egyrészt kifejezzem őszinte elismerésemet az iránt az elkötelezett 3 évtizedes munka iránt, amellyel hozzájárultak a térség fejlődéséhez, és munkájuk gyümölcse az, hogy ez a térség egy folyamatosan alakuló, minden szempontból turisztika, idegenforgalom, hagyományőrzés, kínálatbővítés, egyre népszerűbb helye Magyarország. A szövetségnél már hagyomány, hogy minden éven átadják a Zemplénér díjat egy arra érdemes személynek. Idén ezt az elismerést Átót József vehette át. A díszünnepség zárásaként a Zempléni Település Szövetség elmúlt 30 évét idézte fel a Zemplén Televízió által készített kisfilm. Az ünnepi estét a budafoki Dohnányi Zenekar koncertje tette emelkedettebbé. Folytatódik a Város Hete eseménysorozat Sátoraljaújhelyen. Szeptember 24-én ünnepeljük a Város 763. születésnapját, így ezen a napon ünnepi műsorral készül a Város Önkormányzata és a Kossuth Lajos Művelődési Központ. Így a délelőtt folyamán egy rendhagyó testületi üléssel kezdődik a nap, majd 5. István király szobrának koszorúzásával folytatódik. Zárásként pedig már hagyomány, hogy ezen a napon adják át a közmegbecsülés és a dr. Boda Pál sportdíjat az arra érdemes személyeknek. A Város Hete programsorozat már évek óta színesíti Sátoraljaújhely életét, így már a hónap közepén több eseményre is várta a Város Önkormányzata és a Kossuth Lajos Művelődési Központ mellett számos intézmény is egyesület az itt élőket. Így az ünnepi hét szeptember 14-én egy hangversennyel nyitotta megkapuit, ezt követően pedig a Városnapi Vigaságok is színesítette a palettát. A gyerekprogramok mellett Zséda és a helyi Kódex zenekar is fellépett. Budainé Bodnár Edit igazgató elmondta, hogy idén széles a kínálat a programok között, hiszen a kulturális szórakozás mellett előadások, sportversenyek és mozi is várta a legkisebbeket. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, épp most volt a matiné az óvodásoknak és a kisiskolásoknak, hogy többségében visszatérő programokról beszélünk, és ezáltal nagyon széles a programsorozat. A mostani matini az visszatérő programunk a Latabár mozi részéről, és hát a szeptember 24-ét kell megemlítenünk ugye magát a város napját, amikor is aztán azon a napon is bővelkedünk programokban, hiszen 11 órától szeptember 21-én egy nyílt ünnepélyes testületülésre kerül sor, mégpedig Sóvárad és Óbecse testvér településekkel kötött tanú megállapodást erősítjük meg, illetve maga a képviselő testület. Ezután szeptember 24-én 13 órakor folytatódik az ünnepi eseménysorozat, hiszen már hagyomány városunkban 5. István király szobrának megkoszorúzása, ahol Nyíri Péter, a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ Petőfi Irodalmi Múzeum, a Magyar Nyelv Múzeumának igazgatója mondja el ünnepi gondolatait. Pedig 17 órakor kerül sor a közmegbecsülés és a dr. Boda Pál sportdíj átadására. Erről tudni kell, a Városháza dísztermében kerül sor, hogy a tisztelt plénum képviselőtestület rendeletben szabályozta a közmegbecsülés díját mindazon mezőgazdaság, ipar és kereskedelem területén, vendéglátás területén dolgozók, helyi dolgozók kapnak díjat, akik erre méltóak. Ugyanez vonatkozik a
Dr. Budapár sportdíjra. Úgyhogy itt kerül sor majd a díjaknak az átadási ünnepségére. Budainé Bodnár Edit hozzátette még, hogy az őszi programok között még számos eseményre is ellátogathatnak majd az érdeklődők, így többek között a zsolyomkai nyitott pincék napjára is. Hírműsorunk végén pedig nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Bizottsági üléseket tartottak ma Sátoraljóújhelyen. 235. évfordulóját ünnepelte a Kossuth Lajos Technikum szakképző iskola és gimnázium. Fennállásának 30 éves évfordulóját ünnepelte a Zempléni Település Szövetség. Kedves nézőink, én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel a megszokott időben, holnap este 19 órakor jelentkezünk. Tartsanak majd velünk akkor is. Viszontlátásra!